Minden magyarországi vállalatot támogat a kormány, amely a beruházások és a magyar emberek munkahelyének megtartása mellett kötelezi el magát. Ezzel a jelenlegi helyzetben ugyanis hosszú távú versenyelőnyt érhetnek el, nem csak a hazai konkurenciával szemben, hanem nemzetközi szinten is. Hangzott el Szijjártó Pétertől a nagykállói gyár bővítésén. Országosan 673 vállalat vette igénybe ezt a támogatást, ez 161 milliárd forintos kiadást jelent a kormánynak. A teljes keretből 18 milliárd forint maradt, amelyre 15 perc alatt 98 magyar vállalat pályázott, összesen 47 milliárd forintnyi beruházás értékben. A külügyminiszter szerint ez is jól mutatja a magyar vállalkozások erejét. 10 esztendő alatt 20%-ról 8,5%-ra csökkent a munkanélküliség a megyében, az ipari termelés pedig 10 esztendő alatt a 2,5-szeresére növekedett. És most, amikor a világgazdaság nehéz helyzetbe került, akkor 37 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalat jelentett be beruházási szándékot, így az elkövetkezendő hetekben és hónapokban 18 milliárd forintnyi beruházás jön itt létre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezek 6420 munkahelyet mentenek és védenek meg, és ezekhez a beruházásokhoz a kormány 9 milliárd forintnyi támogatást biztosít. A nagykállói olasz cipőgyártó 10 országban 19 gyárat működtet, most a legnagyobb beruházást Magyarországon hajtják végre. Jelenleg 100 féle piacvezető modellt gyártanak itt világszínvonalon. Ezeket több mint 10 000 üzletben lehet a világon megvásárolni, 99%-ban külföldön. Most egy 310 millió forint értékű beruházáshoz kaptak 154 millió forintos támogatói okiratot a kormánytól. A fejlesztés 325 munkatárs munkahelyét védi meg, és új gyáregység kialakítását is lehetővé teszi. Szeretnénk egy új varrodát is ide áttelepíteni. Az egyik főbb gyártási szakaszunk, amely kizárólag házon kívül történik jelenleg. Értünk hozzá, és szeretnék is bebizonyítani, hogy értünk hozzá, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tehát a technika Ungária 2-3 év múlva nagyobb lesz, integráltabb lesz, és sokkal magasabb színvonalon lesz, magas szintű szaktudással. Így a jövőben jelentősen nőhet az előállított termékek száma. A beruházás a hozzáadott értéket is növeli, a jelenleg máshol zajló kutatási és termelési tevékenységek egy részét is idehoznák. A térség fejlődését bizonyítja az is, hogy csak Nagykállóba az elmúlt időszakban 9 milliárd forint összegű fejlesztés érkezett. Megújult a városközpont, új városháza került kialakításra, ahol a járási központ, kormányablak került elhelyezésre, a régi bírósági épület megújult teljes mértékben, korszerűsítettük a szennyvíz telepet, ivóvíz minőségjavító programot. Ezeknek a beruházásoknak, így a nagykállói gyár kapacitás bővítésének is elsődleges célja, hogy ellensúlyozzák a koronavírus hatásait.